Most nézzük a futó-ugró iskolák játék menetét, szabályait és a feladat közben adott instrukciókat. Az állomáson koordinációs létre a gátak, bóják és mozgásfejlesztő táskaeszközei segítségével akadálypályát építünk. Cél, hogy a tanulók maguk válasszák ki, hogy milyen futó és ugró feladattal teljesítik az akadályokat. A feladat végrehajtás közben a tanulók folyamatos mozgással haladjanak az akadálypályán, úgy, hogy körönként változtatnak a végrehajtás módján. A következő tanuló akkor induljon, amikor az előtte lévő elérte a koordinációs létrát. Javasolt instrukciók. Lendíts a karoddal szögdelés közben. Szögdelés közben úgy pattogjatok, mint egy gumilabda. Próbálj úgy szögdelni, mintha síelnél. Képzeljétek el előre, hogyan fogjátok teljesíteni a pályát.